Charlie Chauvin röviddel a szülés után elveszítette ikerfiait egy Potter-szindrómának nevezett betegség miatt. Csupán egy a millióhoz annak az esélye, hogy ugyanaz a következő babával is megtörténjen, de sajnos ismét megtörtént. Charmisha vigasztalhatatlan volt, és véget akart vetni az életének. Újszülött nővérként Charmisha Vren osztozott az anyák örömében, amikor egészséges gyermekük született. Átérezte a fájdalmukat is, amikor az újszülöttek élete veszélybe került. Egy olyan kórházban dolgoztam, ahol szegények, hajléktalanok, drogfüggők és hasonló emberek gyermekeit látták el. Emiatt még inkább értékeltem az életet, és tudom, ha egy újszülött túléli, az azért van, mert Istennek terve van annak a babának az életével. Charmisha nagyon is jól tudja, hogy van olyan újszülött, aki nem éli túl. 2012-ben a lánya Olivia röviddel születése után meghalt. Megrázó volt, amikor először megláttam, mert annyira hasonlított rám. Azt mondtam Istennek, nem értem, miért engem hagytál itt és vitted el a babámat. Elvihettél volna engem, és itt hagyhattad volna őt. Azonban nem ez volt az első alkalom, amikor Charmisha és férje Chris átélték egy gyermek elvesztésének fájdalmát, ezelőtt már háromszor is megtörtént. Charmisha jól emlékszik arra, hogyan lepte meg Chris-t, amikor először teherbe esett. Annyiszor látni ezt a filmekben, de én egyszerűen csak megmutattam neki a tesztet, és azt mondtam, itt az ideje, hogy megbeszéljük, mi legyen a vendégszobával. Mielőtt kiválaszthatták volna a gyerekágyat, Charmisha elvetélt az első trimeszterben. Chris megpróbálta bíztatni. Chris nyugodt volt. Azt mondta, gyerünk, próbáljuk meg újra. Megtették, és hamarosan ikerfiúkkal esett teherbe. Azonban mindkettőt elvesztették. Az ikrekkel nagyon kemény volt, mert már nevet is adtunk nekik. Joshua, Caleb. Caleb megszületett, még életben volt. A kezembe adták. A karjaimban tartottam, ő pedig mocorgott a kezeim között. Éreztem a szívverését, majd azt, ahogy egyre lassabb és lassabb lesz a szívverése, amíg teljesen le nem állt. Chrisnek és nekem is nagyon fájt. Együtt gyászoltunk. Nem siettettünk egy újabb terhességet, egyszerűen megtörtént. Gyakorlatilag 2 hónap múlva újra gyermeket vártam. A lányukat Oliviának nevezték el, és remélték, hogy ez alkalommal más lesz, de az orvosok figyelmeztették őket, hogy valami nincs rendben. A kórházban felkészítettek minket, mivel a lányunk veséje nem fejlődött rendesen, és a szíve nagyon, szóval csúnyán deformált volt. Szóval nem sok esélyt adtak a túlélésre. Ugyanezt történt Calebbel és Joshuával. Potter-szindrómában szenvedtek. A szülészorvosom azt mondta, ez előfordul néha, de ahogy mondta, egy a millióhoz az esélye, hogy újra megtörténjen velem. És megtörtént. Charmisha végig kihordta Oliviát, de az újszülött csupán 20 percet élt. Charmisha mély depresszióba esett, és a maradék hite is apadni kezdett. Ez nagyon sötét időszak volt. Elveszettnek éreztem magam. Próbáltam imádkozni, olvasni a Bibliát, de még mindig szomorú voltam. Nagyon dühös voltam Istenre. Gyakorlatilag hallani sem akartam Istenről. Charmisha élni sem akart. Egy nap, amikor hazaértem a munkából, azt mondta, azon gondolkodott, hogy ír nekem egy levelet, és véget vet az életének. Aznap Chrisnek sikerült lebeszélnie róla, másnap reggel viszont hezitált, hogy egyedül hagyja-e a feleségét. Az Úr egyfajta békességet adott nekem, hogy végül minden rendben lesz. Miután Chris elment, Charmisha tévézni kezdett. Egyszer csak rátalált a 700-as klubra. Pat Robertson a gyászról beszélt. Ha elveszít valakit, akit szeret, a gyász elképzelhetetlenül mély lehet.
Azonban ne felejts el, hogy ha a szeretet személy Jézusnál van, boldogabb, mint amiről valaha is álmodni tudna, és a mennyben örömteli lesz a viszontlátás. Ezután Pat imádkozott. Atyám, a nézők között vannak, akik bánattól szenvednek. Elveszítettek egy hozzájuk közelállót. Elveszítették a gyermeküket, nagy fájdalmat élnek át. Vegye át a választ az imájára, áradjon ki önre Isten békessége most. Jézus azt mondja, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Dicsőséget adtam Istennek, és ő levette rólam a depresszió nehéz szellemét. Mikor Krisz hazaért, én mosolyogtam, ő pedig csodálkozott. Meglepődött, mi ez a változás. Látszott, hogy jó napja volt, és azt mondta, igen, valóban, és elmeséltem neki a 700-as klubot. Nagyjából egy hét telt el, és újra szerettem volna gyülekezetbe menni. Úgy éreztem, készen állok, hogy elmenjek. Arra is készen állt, hogy elengedje az Isten iránti haragját, és idővel meg is tette. Amikor elkezdtem teljes szívvel dicsérni Istent, és őszintén keresni őt, kiárasztotta rám a jelenlétét, és békességet adott. Charmisa szerint Isten nem csupán segít megbirkózni a fájdalommal, de sokkal többet tesz annál. Jézus azt mondta, ő eltöröl minden könnyet, meggyógyultam. Újra egészséges vagyok.